Sziasztok! Ez az Access Point Vlog 21. része. Ezúttal az XL Gpon webes interfészét, valamint felügyeleti és menedzsment rendszerét mutatjuk be. A Gpon hálózatok esetében nagy mennyiségű előfizetői eszköz kell üzemeltetnünk és felügyelnünk. Ennek érdekében többfajta menedzsment megoldást dolgoztak ki a gyártó szakemberei. Alaphelyzetben a központi eszköz, vagyis az OLT tartalmazza a hálózat üzemeltetéséhez szükséges beállításokat, ezért a végponti eszközben, vagyis az ONU-ban maximum az olyan privát paramétereket lehet megváltoztatni, mint például az SSID vagy egy port forward konfiguráció. Az OLT-t jellemzően parancsolatból lehet konfigurálni, míg az ONU-k megfelelő autentikáció után átveszik a központi eszköztől a beállításokat a beüzemelésük során. Minél nagyobb a hálózatunk, annál inkább felmerül egy átfogó felügyeleti rendszer iránt az igény, amely nem csak a beállításokat, hanem a különböző előfizetői csomagokat és az üzemeltetés során fellépő hibákra figyelmeztető riasztásokat is kezelni tudja. Az XL Gpon rendszernél szerencsénk van, mivel lehetőségünk van több platformon keresztül is programozni a központi terminált, mivel a konzolos beállítás mellett a gyártó lehetőséget biztosít számunkra az átlátható webes konfigurációra is. A webes interfészen keresztül belépve egy az XL-től megszokott kinézetű felületet kapunk, ahol egyszerűen tudjuk programozni a központi eszközünket és gyorsan el tudjuk végezni az alapvető beállításokat, mint például egy ONU beállítását, eltávolítását, a korábbi részben ismertetett sávszélesség gazdálkodási lehetőségeket vagy egy díjcsomagváltást. Ez a webes felület nagy mértékben megkönnyíti azoknak a szolgáltatóknak a helyzetét, akik csak egy OLT berendezést üzemeltetnek, mert nem kell minden egyes beállítást konzolon keresztül végrehajtaniuk. Aki több központi eszköz használ, annak mindenképpen szüksége van egy olyan menedzsment rendszerre, ahol ezeket együttesen tudja felügyelni az átláthatóság és a hatékonyság érdekében. Ez lehet akár egy meglévő SNMP alapú szoftver, mivel az eszközök támogatják az SNMP protokoll V3-as verzióját is. Emellett lehetőségünk van az XL által fejlesztett EMS rendszer használatára is, ami akár 1 millió előfizetőt is képes kezelni több száz OLT-vel egyetemben. Az EMS rendszeren tudunk új ONU-t regisztrálni és módosítani beállításaikat, létrehozni előfizetői csomagokat, de ami a legfontosabb, hogy lehetőségünk van használni egy kifinomult riasztási rendszert is, ami a beállított triggerekre riasztásokat generál, így egy esetleges meghibásodásról már néhány másodpercen belül értesülhetünk. További előnye ennek a rendszernek, hogy a mérható naplózás miatt egy esetleges hiba bejelentésnél nagyon könnyű dolgunk van az ügyféllel, mert pillanatok alatt meg tudjuk nézni az adott kliens paramétereit, és hogy miként változott az idő folyamán, így szinte azonnal láthatjuk a probléma forrását. Az XL Linuxra akár redundánsan is telepíthető EMS szoftverével egy stabil és jól átlátható menedzsment rendszert kapunk, ami nagy mértékben segíti a szolgáltatókat a nagyobb hálózatok üzemeltetésében, így csökkentve az üzemeltetési költségeket és növelve a rendelkezésre állást. Ez volt a Vlog 21. része. Ezennel lezárjuk az XL Gpon sorozatunkat. Következő részünkben Paulik Olivér fogja bemutatni a PON hálózatokban használt optikai kábeleket. Iratkozzatok fel a csatornánkra! Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!